mert ha szólni tudunk, még nem maradtunk szegények. Itt az is kincs, ha felhangzik anyánk nyelvén egy ének. Majd csak a remény marad meg, s mellette mindennapi jármunk, de ünnep az, ha kimondhatjuk valamelyik gyönyörű álmunk. Buzogány Árpád, Az út, amit megjárunk című versének töredékével köszöntöm kedves nézőinket 622. adásunkban. Az elmúlt hétvégén, február 21-én ünnepeltük az anyanyelv nemzetközi napját. Sándor egyháza volt ez alkalommal is Pancsova város központi ünnepségének helyszíne, ahol 8. alkalommal tartották meg a soknyelvű ünnepi műsort. Erről szól első mellékletünk. A gyermekek olykor felnőtté szeretnének válni, a felnőttek pedig alkalomattán ismét gyermekekké lenni. Ezt a farsangi mulatságokon lehet néha megtapasztalni, amikor a jó kedv és a vidámság uralja a helyzetet. Habár a bőti időszak a naptár szerint már elkezdődött, mai adásunkban még bemutatjuk a fényképekkel és amatőr felvételekkel megörökített farsangi jelmezes mulatságokat, melyeket a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben és a Hertelendi Falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületben tartottak meg. Visszatekintünk a Ferenchalmon, vagyis Kacsarevon megtartott, sorrendben 28. Szlaniniáda elnevezésű Szalonna Fesztiválra, melyet ez év február 12-e és 15-e között szerveztek meg. Ez Pancsova egyik legnevesebb gazdasági turisztikai rendezvénye, amelyet 1988-ban tartottak meg első alkalommal. 622. adásunkhoz jó vételt kívánok! Sándor egyházán ez év február 21-én 8-szor tartottak ünnepi műsort az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából. A szervezők ez alkalommal is a Pancsovai In Medias Res Eurorégiós Központ és a Sándor egyházi művelődési otthon voltak. Az UNESCO közgyűlése 1999-ben nyilvánította február 21-ét az anyanyelv nemzetközi napjává, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a föld nyelvi sokszínűségére és a nyelvi kultúra gazdagságára. Az anyanyelv egy nemzet kultúridentitásának része. Hazánkban több mint 30 nemzeti közösség él, világszerte pedig közel 6000 nyelvet beszélnek. A nyelvészek jóslása szerint a 21. század végéig ezeknek több mint fele kihal. Egy nyelvet már akkor veszélyeztetettnek tartanak, amikor a beszélők száma 100 000 alá csökken. A nyelvek kihalásának folyamata megállíthatatlannak tűnik, ezért fontos a világ figyelmét ráirányítani erre a jelenségre. E célból indítványozta az In Medias Res Eurorégiós Központ is 2008. február 21-én az anyanyelv nemzetközi napjának megünneplését, Sándor egyházát választván a Pancsovai Központi Ünnepség helyszínének, ahol bukovinai székely magyarok, paltján bolgárok, szerbek és más nemzetiségűek élnek egy közösségben több mint egy évszázadon át, tiszteletben tartva egymás nyelvét és hagyományait, mint a mai napig. Példaerre Kalapis Augustin, aki a helyi bolgár egyesület elnöke, és magyarul szólalt meg kameránk előtt. Hát ez már a 8. év, ahogy Sándor egyházon Ivánován megtartozik ez a szép előadás, ahol több nyelvet szoktunk hallani és bemutatni minden részt, aki a több nyelven, ugye? Úgyhogy ez a találkozás barátokat csinál, a gyerekek egymással barátkoznak, és úgy, hogy megvigyázzuk a jövőre, hogy még jobb legyen. Az idei rendezvény fővédnöke Pancsova város és a Bolgár Köztársaság belgrádi nagykövetsége volt, melynek képviselői is megtisztelték jelenlétükkel az ünnepséget. A műsor támogatói a helyi Musa Piádi Általános Iskola, az Ivanovo Bánát, Bánáti Bolgárok Egyesülete, a Bonnát Sándor Magyar Művelődési Egyesület és a helyi közösség tanácsa voltak. Vagyon, vagyon, de mi haszna vagyon,
égen az éjkálunk, született egy ákumbákum. Hát egyszer csak látom, két lábra állt az éjkálunk. Úgy indul el ákumbákum. Azt hittem, már sose látom. Új messze ment ákumbákum, de mikor az erdőt járunk, ott az águnk ákumbákum. Eső esik, mindig ázom, hideg szél, hogy mindig fázom. Légy ugyanúgy ákumbákum, add vissza a nagykabátom. S képzeljétek, jövő nyáron eljött hozzám ákumbákum, s visszaadta nagykabátom. A magyar nyelvet, mint anyanyelvet Sándor Egyházán, a Mósa Piáde általános iskolában és a Bonnát Sándor Magyar Művelődési Egyesületben ápolják gyermekek és felnőttek, akikkel Almási Júlia foglalkozik, mint tanár és kórusvezető. Az iskolában milyen szinten van most a magyar nyelvápolás? Tehát az iskolában az anyanyelvápolás kétszer hetente van. Elsőtől nyolcadikig három csoportban, két csoport van az alsósoknál, és egy csoport a fölsősöknél. Tehát csoportokban, összevont tagozatokban dolgozunk, ennyit engedett meg a minisztérium, és így csináljuk. És mennyi gyerekkel dolgoztuk? Hát összesen 20 vannak. Most tudjuk, hogy az utóbbi időben a magyar állampolgársággal kapcsolatban a felnőttek egyre inkább igényelik a magyar nyelvoktatását. Ez így van-e vajon az iskolában is a gyerekekkel? Hát nem mondanám, hogy nagyobb érdeklődés van azért, mert van lehetőség magyar állampolgárságot kérni. Ugyanúgy van, mint eddig is. És mennyi esélye van a gyerekeket bekapcsolni az egyesületi munkába, mind a magyar nyelvápolásával? Hát próbálkozunk, de egy kicsit nehezen megy. Szóval kevés a gyerek, és nagyon sok a vegyes házasság, úgyhogy akkor mindenhol részt vesznek a gyerekek. Bolgártáncokba is, szertáncokba is, magyarul is próbálkozunk csinálni egy ilyen tánccsoportot, de hát a kevésből nagyon nehéz kiválasztani, hogy kik azok, akik alkalmasak erre is, arra is, meg hát így törekszünk. És a felnőttekvel mi a helyzet? Hát a felnőttekben egy nagyon-nagyon aktív asszonykórusunk van, meg tehát egy asszonycsoport, ilyen varocska csoport, akik tea délutánokat, meg mindenféle rendezvényeken részt vesznek, tehát ők nagyon aktívak, valóban hetente találkozunk, énekelünk, kalácsot sütnek, tehát mindenféle manifestáción, ami csak itt a környékben létezik, részt vesznek. És az egyházban magyar nyelvű vallásoktatás működik-e? Nem, sajnos nem, nincs. Nagyon kevés az a gyerek, aki hittanra jár, és az most a hittan most az iskolába történik, úgyhogy minden szernyelven megy. A rendezvény éltetőinek célja, hogy a városunkban használatban lévő nyelvek többségén megszólaltatják a résztvevőket.
a kezemet. Barna legény, csalta meg a szívemet. Barna legény, ne csalta meg az árva szívemet. Én akarom megcsalni a tiemet. Az értesítések szerint Pancsován több mint 20 nemzetiségi közösség él, és ugyanennyi nyelv van használatban a lakosság körében. Ez valódi gazdagságnak számít, amit ápolni és terjeszteni szükséges. Az anyanyelv nemzetközi napja alkalom arra, hogy a különböző nemzeti közösségek nyelvét, hagyományait és szokásait kölcsönösen megismerjük és tiszteletben tartsuk. Pancsován a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben február 17-én kedden a Farsang Farkán tartották meg a szerény, de hangulatos összejövetelüket, ahol gyerekek, felnőttek egyaránt jól szórakoztak. Ez mint a gyümölcs rizs, de úgy jó csak, hogyha elég friss, mivel törpapa, törpiri, rustik és tréfi, minden nap reggel csak is ezt kéri. Piri kis eledel, nem sok mivele kell, de írja le, akit nem érdekel. A alapanyagok listája ennyi, sorolom, tessék figyelni. Egy icipici hupikék, hideg víz, egy icipici maradék, adaglíz. Egy icipici sárga törp tojás, egy icipici törp zsír, semmi más. Egy icipici érett mangó fej, egy icipici forró tehén tej. Egy icipici kapja meg a lány, így csiri-biri kész a törtepány. A Hertelendi falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületben idén is hangulatossá varázsolták a jelmezes mulatságot vasárnap, február 22-én a gyermekek és a néhai jelmezesek, akik ma már saját csemetéiket hozták ötletes és különleges jelmezekbe bújtatva. Azt hiszem, az emberek addig érnek valamit, amíg gyerekek képesek maradni. Idézzük Szilvási Lajost. Erre bizonyíték az, hogy a szervezők is jelmezbe ültöztek, hogy így módon is szórakoztassák a gyermekeket. A bemutatkozás mellett idén különböző játékokat is szerveztek, amelynek nagyon örültek a résztvevők. Egy icipici sárga törp tojás, egy icipici törp zsír, semmi más. Egy icipici érett mangó fej, egy icipici forró tehén tej. Egy icipici kapja meg a lány, egy csiri-biri kész a törpe pány. Minden jelmezbe ültözött gyermeket egy emléklappal és egy labdával ajándékozták meg a szervezők. Icipici
pici hukicsék, hideg víz, egy pici pici maradék, adag lűz, egy pici pici sárga törp tojás, egy pici pici törp zsír, semmi más, egy pici pici érett mangó fej, egy pici pici forró tehén tej, egy pici pici kapjam meg a láng, és csiri-biri kész a törtepány. Csak annyit még, ha mégis oda ég, suta voltál, törp a sütőlap előtt, mert ha túl nagy a láng, szétsül a fánk, és nincs sütemény, és nincs vacsoránk. A sorrend fontos, betartani fontos, hát velük át még egyszer gyorsan. Egy icipici hupikék, hideg víz, egy icipici maradék, adag liszt, egy icipici sárga törp tojás, egy icipici törp zsír, semmi más, egy icipici érett mangó fej, egy icipici forró tehén tej, egy icipici kapja meg a lány, egy csiri-biri kész a törpe pány. Egy icipici maradék adag lisz, egy icipici sárga törp tojás, egy icipici törp zsír, semmi más, egy icipici érett mangó fej, egy icipici forró tehén tej, egy icipici kapja meg a lány, egy csiri-biri kész a törpe pány. Van túl barátom, jó ötlet volt, belátom, már itt nem nőne barát vár, de hódít a mangó ízű pár. Mangó ízű pár. Ferenc Halom, vagyis Kacsarevo 2015. február 12-e és 15-e között már 28. alkalommal adott otthont a nagyszabású Szalonna Fesztiválnak, közismert nevén a Szlaninniádának. Ez a Pancsovához tartozó falu a város egyik legjelentősebb gazdasági turisztikai rendezvényét szervezi. Idén mintegy 150 magántermelő és 30 vállalat, több mint 100 tonna szalonnát és más terméket állított ki. Köztük volt Papp Péter, székelykevei mészáros, aki így nyilatkozott. Papp Vágói hídnak a tulajdonosa vagyok, Papp Péter a nevem. Itt vagyunk most már 15. lehet, már 20. éve is részt veszünk a szalonna kiállításon Kacsarevon. Hát nagy részében az egész évek közt meg vagyunk elégedve. Vannak évek, amikor jobb, vannak évek, amikor kicsit gyengébb. A mai év úgy néz ki, hogy kicsit jobb lesz. Mi vágóidunk van és feldolgozásunk van. Disznót és marhát vágunk általában, és abból feldolgozzunk mindent. A fő dolgokból májasurka, véresurka, sajt, és akkor megy egész tovább a tartós árukig, persze közt a szalonna is van, füstölszalonna, amit nagyon is dicsérünk, úgy szóval majdnem több hús van a szalonnában, mint szalonna. A standunkon minden megtalálható a friss húson kívül, májasurka, véresurka, sajt, akkor itt vannak a virslik, párizsik, tartósáru, téli szalámi, kulenok, házi füstölt kolbász, füstölt szalonna, ez amit mi ajánlunk az idén.
Általában már a mai nap úgy néz ki, hogy elég jó lesz. Csütörtöki nap soha nem voltak ennyien, de a legnagyobb bumot várjuk szombat és vasárnap. Persze 10-20%-kal is olcsóbb a záró itt a Kacsarevon, mint az üzleteinkben. De általában olcsóbb minden most január-februárban mindenhol. Itten kacsarevóiak igen vásárolnak, de nagyon sokan jönnek máshonnan. Úgyhogy tudjuk azt, hogy Szentrováról, Szmedrováról, Szopotból, nagyon sok helyről jönnek, Pancsova, belgrádiak lesznek hétvégén. Úgyhogy lehet, hogy a kacsarevóiak fele, de a másik fele úgy utazik ide. A szalonna kiállítást először 1988-ban rendezték a helyiek, hogy zsűri döntse el, kié a legízletesebb, legvastagabb vagy legszebb szalonna. Azóta határon túl is ismertté vált, mert külföldiek is sokszor megjelennek e zsírosnak mondott ünnepen. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és idejüket nekünk szentelték. Még néhány rendezvényre hívjuk felnézőink figyelmét. A Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben február 28-án szombaton szervezik meg a disznótoros mulatságot, ahol a vendégeknek vacsorára felszolgálják a hagyományosan készített ínyenc falatokat. Báne Jótovics és barátai szórakoztató zenéje mellett tombola játékkal is kedveskednek a szervezők. A belépőjegy ára 1000 dinár, melyeket a 013-352-686-os telefonon lehet lefoglalni. Értesítjük nézőinket, hogy a Hertelendi falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületben vasárnap, március 1-én 18 órai kezdettel tartják meg a rendszeres évi közgyűlést, amelyre minden érdeklődőt szívesen várnak. Ugyanitt március 8-án vasárnap tartják meg a nőnapi batyubált, amelyen székelykevei zenészek húzzák a talpalávalót Dávid Imre és Szatmári Mihály személyében. 350 dináros belépőjegy ellenében a szervezők jó hangulatot és tombola játékot is biztosítanak. Mai adásunk ismétlését a már megszokott időben szombaton reggel 7:30-kor láthatják, új műsorral pedig mához egy hétre, csütörtökön este 7:30 után jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!